Gyülekeznek a szemétszedők Bonyhádon is. A felhívás évek óta eléri célját, ami jól mutatja, hogy az emberek nagy többsége számára fontos környezete állapota. A bonyhádiak a kezdetektől részesei voltak az akciónak. Idén több civil szervezet jelezte, ismét készek a munkára. Itt voltak többek között a Felvidéki Egyesület, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanulói és a Perccel szakközépiskola diákjai is, de valamennyi a városban működő iskola tagsága megjelent a felhívásra. Az idei rendezvénynek közel 700 részvevője van, ez eddig rekord, ennyien még soha nem vettek részt önként ebben a szemétgyűjtési akcióban, és sajnos helyszín is van bőven, ahol gyűjtjük a szemetet, 23 helyszínen Bonyhádon, a városban, és annak környékén fogunk ma szemetet gyűjteni. Zsákot kapnak, kesztyűt, és mindenkinek jó munkát kívánunk. Sajnos van mit összeszedni. Idén 8. alkalommal rendezték meg a TESZED önkéntesen a Tiszta Magyarországért mozgalmat. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban nagy takarítanak a TESZED önkéntesei, akik idén már 240 ezeren vannak. A mozgalom szervezői szerint ebben az esztendőben több fiatal önkéntes fogott zsákot és kesztyűt környezete megtisztítása érdekében. A rendezvény sorozatra legalább 10 fős csapatok jelentkezhettek a koordinátorokkal, de a találkozási pontokra egyénileg is lehetett regisztrálni. A Bonyhádi piactéren, a Sétáló utcában, a Tűzoltóságnál, a Millennium Parknál, a buszpályaudvaron és a környékén dolgoztak a legtöbben. Minden olyan szemetet össze lehet gyűjteni, ami nem veszélyezteti az emberek testi épségét és egészségét. A főszervező, a minisztérium biztosítja a zsákokat, illetve a kesztyüket, amiket átadtunk az önkénteseknek. A zsákokban minden olyan hulladékot el lehet helyezni, ami nagyságra, súlyra, méretre belefér. Hegyes, éles, elektronikai hulladékokat, illetve veszélyes anyagokat, mint mondjuk fecskendő, nem szabad összegyűjteni az akció során. Az elszállítást is támogatja a minisztérium. Én kértem az önkénteseket, megadtam az elérhetőségemet, kértem, hogy helyezzék el a zsákokat egy bizonyos ponton, és telefonáljanak nekem, hogy honnan kell összegyűjtenünk az általuk összegyűjtött hulladékokat. Koordinátorok csak azok lehetnek, akik képesek legalább 10 főt megmozgatni, ők hozzák létre a találkozási pontokat, ahol az önkéntesek összegyűjtik a szemetet. A TESZED keretében nem gyűjtenek szelektíven, mert ezek a hulladékok általában szennyezettek, ezért nem hasznosíthatóak. A TESZED akció beleszámít a közösségi szolgálatba, amit a tanulóknak az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez teljesíteni kell. Az intézmény dönti el, hogy melyik diáknak hány óra közösségi szolgálat teljesítésére biztosítanak lehetőséget. A diákok a TESZED keretében 5 vagy 8 óra közösségi szolgálatot teljesíthetnek a kötelező 50-ből. A mozgalom célja a szemétszedés mellett a közösség formálás. A TESZED akció idén március 18-a és 24-a között zajlik országszerte, az önkéntes szemétszedés keretében felhívva a figyelmet környezetünk tisztántartására.